van, átadja majd neked ezt az eszközt. Én elindítottam, és akkor figyeljük meg, hogy mit csinál. Díjátadó ide vagy oda, a készfogást mellőzni kell, így stílusosan egy robotkar adta át Hegedűs Petrának az első díjat, amit a Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhely logótervező pályázatán nyert. A tervezés során több programot is használt, és maga az alkotóműhely inspirálta leginkább. Igazából ez az egész. Tehát ugye van benne robotkar, drón, és ugye drónt lehetett nyerni, robotkar, itt nagyon sok van. A pandémia miatt a diákok most ritkábban tudnak az alkotó műhelyben lenni, ezért tanárok szerették volna őket kicsit ösztönözni. A zsűri szerint a pályamunkák kreatívak voltak, így a döntés nem volt könnyű. Nagyon kreatívak és innovatívak voltak. Igazából volt több kiemelkedő is, tehát így a döntés nagyon nehéz volt számunkra, de úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi nyertesünk a legkreatívabb, ami a helyet be tudja mutatni. A jelentkezők egyébként YouTube videókon keresztül folyamatosan kaptak segítséget, így amellett, hogy részt vettek a tervezésben, új programokat, eszközöket is megismerhettek. Hegedűs Petra mellett a Szent Imre Általános Iskola tanulóit, Szalacsi Mátét és Szalacsi Marcelt is díjazták.